Védett madarak ezreit veszélyezteti a szabálytalan légpuska használat karcagon is. Védett és fokozottan védett madarak ezreit veszélyezteti a szabálytalan légpuska használat, az állatok a rendellenes fegyver használat mellett, a nem megfelelően kihelyezett csapdáknak is, áldozatáulásnak. Az elmúlt egyében jelentősen megemelkedett a Hortobágyi Madárkórházban azon esetek száma, amelyek hátterében lőtsérülések vagy szabálytalanul kihelyezett csapdák állnak. Hetente, mint egy tucat sérült állat érkezik az intézménybe, a két probléma valamelyike miatt térségünkből. A vadon élő állatok közül a sérülteknek csak töredéke kerül emberkézre. A Hortobágyi Madárkórház becslései szerint országosan több ezerre tehető a valós esetek száma. Majdnem egyszerre szállították be egy légpuskával meglőtt fehér gólyát, amely fokozottan védett faj, eszmei értéke 100 ezer forint, és egy szabálytalanul kihelyezett csapóvas által fogott barna réti héját, amely szintén védett, eszmei értéke 50 ezer forint. Előbbi valószínűleg fészkel, tojásai jelenleg árván maradtak. A lövedék a madár felkarcsontját roncsolta, gyógyulása több mint két hónapig is eltarthat. Utóbbinak a csapóvas majdnem letörte a lábfejét, az állat jelenleg is válságos állapotban van. A szándékos és illegális mérgezések megelőzésének alternatív lehetősége a vadgazdálkodásban, és természetvédelemben nem kívánatos, túlszaporodott szárnyas és szörmés kártevők visszaszorítására az élvefogó csapdázás. A nem megfelelő fegyverrel elejtett vagy megsebesített állatok orvadászat, állatkínzás és védett állatfaj esetében természetkárosítás áldozatai, mely büntető eljárás vonhat maga után. A madárkórház valamint a zöldhatóság ilyen esetekben megteszi a feljelentést.